A házigazda magyar válogatott a német, az osztrák, a norvég, a venezuelai és a gaboni csapatot választott a csoport ellenfélnek az augusztusi U19-es férfi kézilabda világbajnokságra. Ez a korosztály korábban még nem szerepelt vb n és az elmúlt 12 évben Európa bajnokságon sem tudott a 8. helyénél előrébb végezni. Ehhez képest most győzelmi, illetve érmes álmokkal vágunk neki a tornának a leendő főszereplők szerint. A stúdióban Kovács Péter szövetségi edző és Tranik János a magyar csapat egyik kulcsembere. Hát nem nyelvvotlás volt, amit mondtam, hogy választott a magyar csapat. Ugye Kovács Péternek kellett eldöntenie a házigazda jogán, hogy mely csapatokat választja a címvédő német Ö, csapattal erősített csoportot, ö, csoport döntött végül. Miért? Hát ö, inkább oda kellett koncentrálnom és gondolnom, hogy majd a káosz szisztémában melyik csapat ellen fogunk játszani, melyik csoport lenne nekünk a kedvezőbb. De hogy ez valójában jó döntés volt, tehát, csak, bocsánat, még egyszer elmondanám, a csapatmérkőzések után egy direkt és is eh, rendszer lép életbe. Tehát előre gondolkoztunk gyakorlatilag. Igen, úgy gondoltam, de hát hogyha Előtte tudnám a történetet, akkor, akkor azért könnyebb lenne. Ez ugyanúgy, mint ha tudtam volna, hogy elesek, akkor előtte leültem volna. Úgyhogy. Én láttam, hogy János, amikor bejöttél, akkor hosszasan tudtatok beszélgetni Kovács Péterrel. Ha jól tudom, akkor az utóbbi hetekben nem volt lehetőség arra, hogy, hogy akár a mesterrel, akár a csapattal együtt készüljetek. Ö, igen, most kaptunk egy kis pihenőt a nagy felkészülés előtt. Azt gondolom, ez mindenkinek jó, egy kis kikapcsolódás, mert utána kemény munkába kezdünk bele akkor már nem lesz idő ilyenekre. Ez a nyár akkor rá fog menni a srácoknak a felkészülésre, illetve a világbajnokságra, ugye? Természetesen, de én azt hiszem, sőt, biztos vagyok benne, hogy ők ezt örömmel vállalják. Én készült egy klip, amelyel közösen szerepeltek a felnőtt válogatott tagjaival együtt, és erre azért is utalok, mert például ott volt az a Császár Gábor, aki 2005-ben vált igazán ismertél, amikor Magyarországon volt egy junior világbajnokság, mennyit gondolkodtak ezen, hogy akár ti is egy hasonló cipőbe léphettek most? Hát igen, erre, erre mi is gondoltunk, hogy ugye most megmutathatjuk a nagy közönségnek magunkat, ugye ez egy kiugrás lehet tulajdonképpen a pályafutásunkban is, hogy bizonyítjuk, hogy nemzetközi szinten is helytállunk és jók vagyunk. Ö, ugye itt a legnagyobb kérdés mindig az az utánpótlással kapcsolatban. Ugye említettem itt a bevezetőben azt, hogy ez a korosztály, tehát itt most nem Jánosékról beszélek, hanem konkrétan az ifikről nem ért még el igazán komoly és kiugró eredményeket, főleg az elmúlt évtizedben Magyarországon. Szóval mi a fontosabb az, hogy utánpótláskor van akár már siker sikerre halmozzon egy csapat, vagy legyen egy vagy két olyan játékos, aki akár egy vagy két éven belül be tud épülni a felnőtt együttesbe? Az, hogy siker siker uh, halmozzon az utánpótlás uh, válogatott, ez, ez, nagyon fontos, nem a siker miatt, hanem azért ez már előrevetíti azt, hogy néhány év múlva kiket fogunk látni a felnőtt válogatottat. Én nagyon emlékszem, amikor is 16 éves korában már megfoghatatlan volt, ugye, a, a, például a mi <coughs> válogatottunk számára is, de természetesen a végcél az a felnőtt válogatott, illetve az NB1 lesz, és ez az út, amin most járunk, és ez, ez nagyon nagyban hozzásegítheti a fiataljainkat. Tehát ők már részt egy világversenyen, tudják, hogy mik történnek, milyen ritmusban jönnek a mérkőzések. Ez egy borzasztó nehéz munka lesz egyébként, egy fizikálisan és idegileg is. Tehát mérkőzésre, mérkőzésre készülni, megnyerni a meccset. Ha megnyered a meccset, akkor ne szállj el magadta, mert én a következő. Ha elveszíted a meccset, akkor, akkor, akkor ne buslak, hogy mert nincs rá idő, mert másnap jön a következő ellenfél. Ez mind ö, megtanulandó egy ilyen világversenyen. És ez megtanulható egy ilyen világversenyen? Ezt most mindkettőktől mindkettő kérdezem. Hát reméljük, igen. Ugye tapasztalat, tehát a tapasztalat szerzés után nyilván hozzászokunk, és jobb lesz, Én Igen, a te eseted az azért is különösen érdekes, mert a Veszprémben már azért némi tapasztalatot szereztél igazán komoly meccsekről is, viszont ugye most, ha hallunk az új igazolásokról, azt hiszem, hogy, hogy nem titok az, hogy gyakorlatilag hárman vannak most előtted a, a te posztodon, tehát ugye az újonnan érkező Ilics, Jamali és Terzics mind-mind valószínűleg több játék lehetőséget fognak kapni. Ez mivel áthidalható? Tehát nyilvánvalóan itt pedig kulcsemberként rengeteg időt kell ahhoz képest a pályán tölteni. Ö, igen, hát szerencsére én azért az utánpótlás csapatban is játszok, ott, ott nagy szerepem van, és a felnőtteknél pedig az, hogy edzésen ott lehetek és tőlük tanulhatok, ez, ez nagy szó így is. Ö, ők pedig ugye foglalkoznak velem, az nem baj, hogy hárman vannak előttem, mert edzésen ugyanúgy tanítanak és tanulhatok tőlük. Felnőtteknél szerzett tapasztalat mennyire lehet fontos egy ilyen eseményen? Az gondolom nagyon fontos lehet, mert ő, ők ugye sokkal többet tudnak erről, és, és ezzel előreléphetünk a válgatottnál is edzés vagy, vagy meccs? Mert ugye nagyon-nagyon fontos az is, amit János említett, hogy olyan emberektől tanulhat, mint mondjuk Nagy László vagy mint jövő évtől már Momi Rilic, viszont, viszont az éles meccs szituációkból talán valamivel emiatt kevesebb van. Ez nagyon igaz, tehát ezt a mérkőzésen lehet megtanulni, ezt a kispadzó vagy a lelátó nem lehet megtanulni, hogyan kell megnyerni egy mérkőzést, vagy hogyan lehet megpódítani egy veszélyes álló mérkőzést, vagy döntetlennél mik azok az eszközök, amivel el tudunk lépni az ellenféltől. Ez csak a pályán lehet megtanulni, de ugyanakkor csak gondoljunk vele, hogyha mondjuk Jani esetében, amikor neki a, a hát Fazekas Nándinak vagy Alilovisnak csak edzésen gólt lőni, ez azért gondolom, hogy valami olyan összetettebb feladat, mondjuk egy <laughs> nagy laci sánca mint ha mondjuk az éfi csapatba tenni ezt ugyanak. Gyakran megtörténik egyébként, hogy mondjuk Fazekas Nándinak kell gondolni, hogy nagy Laci sánca mellett? Igen, igen, kicsit nehéz dolgom van, de hát szerencsére ettől fejlődök. A csapatról uh, mit lehet elmondani? Tehát mennyire egységes, mennyire uh, régóta dolgozik együtt ez a, ez a korosztály? Hát ugye itt a szisztéma már úgy alakul, hogy serdülőkorban, vagy már serdülőkor előtt uh, megtörténik egy kiválasztás, és hát mit mondjak, szerintem olyan 70%-a biztos, hogy már akkor ki lett választva a, ma, a, csapatban lévő játékosoknak. Én azt hiszem, hogy egységes a csapat, és, és, és mindenkit mindenki tisztában van vele, hogy nagyon nagy lehetőség előtt állunk, és hogy itthon játszunk. De ebben a korban, ebben az életkorban nagyon-nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Jani nélkül játszottunk Romániában 27-kor egy tornát, ahol az első mérkőzés egyből hét góllal elveszítettük a lengyelek ellen. Aztán megvertük egy gól a franciákat és egy góllal a románokat, itt orna győztesek lesztünk, mert például az első mérkőzésünk extra eredmény volt, de a franciák például 14-jel verték a harmadik nap Lengyelországot. Tehát tehát nagy egyik nagy nap, összeesésekre és nagy, igen, nagy szárnyalásokra is van példa. Igen, de azt az tapasztalatból tudjuk, hogy nagyon tudnak ezek a csapatok már készülő az, Azt mondhatnám, hogy felnőtt színvonalon játszanak, és mind fizikálisan, mind taktikai és technikai tudásban tényleg a toppon vannak. Igen, még egy nagyon fontos dolog, amiről itt Péterrel beszéltünk még a műsor előtt, ezt talán nem titok, hogy itt többségetek az érettségre is készült amellett, hogy hogy a világbajnak kifelkészülésnek is lassan neki kell venni te is egyébként? Én én nem, én pont nem. De ez, ez, még ez mennyire uh, nehezítheti meg mondjuk egy, egy sport eredmény elérését, illetve egy felkészülést, az, hogy még a tanulmányi um, dolgokra is folyamatosan figyelni kell? Hát ez valamennyire beleszól a sportban, mert ugye ahhoz, hogy a sportban jó teljesítményt tudja nyújtani, ahhoz nagyon oda kell koncentrálni, és uh, viszont így, a tanulásra is kell koncentrálni, és kicsit ugye megoszlik a figyelem, és ezért nyilván a, a sportba egy kisebb odafigyelés miatt lehet, hogy egy kicsit rosszabbodik a teljesítmény. Az előbb túléptem, de kíváncsi lennék a te véleményedre is azzal kapcsolatban, amit Pétertől kérdeztem itt a csapat egység, illetve a csapat egységességével kapcsolatban. Szerintem együtt van a csapat, ugye a kemény mag tényleg hát ez a 60-70 százalék, ez azért régóta együtt van, és azt gondolom, hogy a, a legfőbb ö, pozitív erényünk az, hogy céltudatosak vagyunk, és ezért összefog a csapat. Itt ugye az előbb már pedzegettem ennek a kérdésnek a fontosságát, hogy most mi a lényegesebb az aktuális eredmény, vagy mondjuk az, hogy ö, ezekből a játékosokból mennyien tudnak beérni felnőtt korban. Ö, mi az, amivel ön elégedett lenne ezután a torna után, tehát hogyha mondjuk... Ö, nem annyira jó eredményt követően jövőre akár ketten, hárman is kopogtatnának a felnőtt válogatott ajtaján, vagy, vagy inkább az, hogy hazai pályán azért mégiscsak az eredményesség kerül előtérbe? Hát én nagyon szeretném, hogyha eredményesek lennénk, de én azt hiszem, hogyha a torna után elmondhatjuk, hogy mindent kiadtunk magunkból, ami bennünk volt, tehát a sport ilyen, és ez kevés volt, akkor gratulálni fogunk a győztesnek, vagy aki legyőzött bennünket. De én azt gondolom, vagy úgy fogalmazom meg, hogy aki lefog bennünket, vagy aki legyőz bennünket, annak nagyon jó kell játszani. Te és ö, azt ne felejtsük el, tehát az, hogy mi hajtani és küzdeni fogunk, az egy dolog, de a többi ugyanúgy fogja. Tehát ez, a, ez olyan, mint a, a, az első kérdés mondjuk a vizsgánál, hogy ha valaki tudja a választ, akkor folytathatja a vizsgát, hanem akkor a kikkel ki kell menni. Tehát ez ez, ez, ez a minimális követelmény. Te gondolkodsz helyezésben? Hát gondolkodtam rajta, igen, nyilván minél jobb lenne egy, egy dobogós helyezés. Ugye hát a cél az mindig az első hely, mert különben nem is lenne értelme indulunk, tehát meg szeretnénk nyerni, aztán a, amennyire erőnkből állik, meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Hát akkor ehhez kívánok nagyon sok sikert önnek és nektek is, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük.